buszmegállóban élesztették újra, rokkant kocsis támadott meg, pálinkás üveggel verte fejbe, agyzúzódás lett a vége, nem kérünk a migránsgettóból, digitális témanap. Jó estét kívánok! Önök a nagykonsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. április 26-án 18 óra 5 perckor. Egy 70 év körüli szolnoki nő hazafelé tartott, amikor minden előzmény nélkül hirtelen összeesett a buszpálya udvaron. Számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Mint írták, az idős nőt barátnője megpróbálta felsegíteni, a beteg azonban nem reagált, ezt látva pedig több szemtanú is a nő segítségére sietett. Mentőt hívtak, majd mentésirányító utasításai szerint megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. Ezt követően került sor a beteg újraélesztésére, amely sikerrel járt. Éppen hazafelé tartott az a 70 év körüli szolnoki asszony, aki a buszpálya udvaron minden előzmény nélkül hirtelen összeesett. Barátnője megpróbálta felkelteni, a beteg azonban nem reagált, ezt látva pedig több szemtanú is a nő segítségére sietett. Mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításai szerint megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. A telefonos instrukciók alapján a bejelentők megkezdték az újraélesztést, és egymást váltva küzdöttek az asszony életéért, majd perceken belül helyszínre érkező mentősök emelt szinten folytatták az ellátást. Járókelő hívta a mentőket, és rövid időn belül jött a mentő, újraélesztették, annyit tudok róla, hogy a Hetényi Géza kórházban van bent, megfigyelés alatt tartják, hál' Istennek meg tudták menteni az életét. Egy arra járó férfi stábunknak elmondta, fontos lenne, hogy mindenki megtanulja az újraélesztés lépéseit, hiszen bármikor bárkivel előfordulhat az, hogy akár a szerette közeli hozzátartozója élete kerül veszélybe egy rosszul lét során. Több embernek kellene az életmentő gépet kezelni, meg tudni az életmentésnek a... Ugye, hiába tanuljuk ezt a... autóvezető vizsgákon, tehát tanfolyamokon az embereknek a túlnyomó többsége nem tudja. Mindennapossá kellene tenni ezeket az oktatásokat rendszeressé. Egy másik férfi elmondta, hogy ugyanígy dolgozik pár száz méterre az esettől, de még nem hallott róla. Minden esetre nagyon örül annak, hogy sikerült megmenteni a hölgy életét. Ez a hír, ez számomra azért fantasztikus, mert hogy itt is megmutatkozik az emberi segítség egymás irányába. És ha ez így történt, akkor az azt jelenti, hogy még van remény, mert tudunk egymásra figyelni. És ennél szebb hír az életben nem nagyon lehet, nem pedig az elidegenedés, a másokat ott hagyunk bárhol, hanem igenis oda tudunk nyúlni, és tudunk nekik segíteni. Ez egy fantasztikus hír szerintem a mai napra számomra. Az emberi összefogásnak köszönhetően tehát sikerült egy életet megmenteni a szolnoki buszpálya udvaron. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek, és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Felháborító eset történt városunkban. Egy rokkant kocsival közlekedő idős férfit raboltak ki a nyílt utcán. A bűncselekményről a közelben kihelyezett biztonsági kamera felvételt is készített. A tettesként beazonosított püspökladányi elkövető ellen az ügyészség most emelt vádat. A karcagi járási ügyészség rablás büntette miatt emelt vádat azzal az 50 éves püspökladányi férfival szemben, aki Karcagon kora délután a nyílt utcán rabolt ki egy rokkant férfit. A vád szerint a korábban rablás miatt már két alkalommal elítélt, ittas állapotban lévő férfi Karcagon 2023. október 22-én a kora délutáni órákban észrevette a járdán rokkant kocsijával közlekedő, a jobb végtagjaira lebénult 65 éves sértettet, és az idős férfi után futott. Amikor a támadó a rokkant kocsi mellé ért, megragadta az idős férfinak a vállán keresztbe vetett táskáját, és azt húzni kezdte. A sértett ekkor a bal kezével próbálta tartani a táskáját, azonban a vádlott azt addig rángatta, míg a sértett a rokkant kocsijával együtt felborult.
Az elkövető ezt követően a földön fekvő sértett kezéből kirángatva végül elvette a táskát, és azzal, valamint az abban lévő pénztárcával, 6000 forint készpénzzel, személyes okmányokkal és bankkártyával együtt a helyszínt elhagyta. A helyieket is megbotránkoztatta az eset. Riporterünknek elmondták, hogy felháborító, hogy megtámadnak egy embert, és ráadásul pont egy olyan szemét, aki védekezni se tud, mert beteg. Ez nagyon csúnya dolog, a biztos, hogy egy olyan elesett embert, mert elméletileg, hát na most rokkant kocsiba azért is van, hogy olyan elesett, meg na, nem bír úgy közlekedni, és hát egy olyan embert vagy megverni, hát az feltámas, nagyon feltámas. Egy másik megkérdezett lakos riporterünknek elmondta, hogy ugye nem hallott az esetről, de őt is mélységesen felháborítják a történtek. Nem tudok rá mit mondani, mert ez szomorú eset. Szomorú. Tehát nagyon sajnálatos, hogy mai világban ilyen megtörténik. Tisztában nem vagyok, hogy minek mennyi a mi szabható ki, de én biztos súlyos büntetést adnak neki, mert szegény ő ugye egy ilyen kocsival nem tud védekezni. És hát a támadónak meg gondolom azért könnyű dolga volt vele kapcsolatban. Egy rokkant embert, hát az nem bántani kell, hanem segíteni kell. Mindenkinek arra kéne törekedni, hogy segítsék az ilyen embereket, én elesett embereket. Nem hallottam róla, de nagyon elítélem. A járási ügyészség vádiratában a többszörösen büntetett, különös visszaesőnek minősülő férfival szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a karcagi járásbíróság fog dönteni. Mezőtúron egy születésnapi összejövetel durvult el olyannyira, hogy a bulin résztvevő egyik férfi súlyos, életveszélyes sérülés szenvedett. A majdnem halálos sebet egy pálinkás üveggel okozták neki, amivel olyan erős ütést kapott a fejére, hogy életét az orvosi kezelés mentette meg. A bűncselekményt elkövető férfi ellen azóta vádat emeltek, akinek több is van a rovásán. Az előkészítő ülésen készült felvételeink következnek. A Jászlányon-Szolnok vármegyei főügyészség 2023. július 14-én életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat, azzal a 20 éves, büntetlen előéletű fiatalemberrel szemben, aki a vádirat szerint 2021. július 3-án este 10 óra körül mezőtúron a Peresholtágnál lévő egyik telken tartott születésnapi összejövetelen konfliktusba keveredett egy másik férfival. Az ügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatására került sor. Ugyanezen napon 22 óra körül idő vádlott, és nagyon sértett, ismételten összeszólalkozott, a sértettet felállt az asztaltól, és távozni akart a rendezvény helyszínéről, azonban vádlott az asztaláról, vagy az asztalról felvett egy üres pálinkás üveget, és azzal egy alkalommal nagy erővel homlokon ütötte a sértettet, aki ennek következtében a földre esett és vérző sérülése keletkezett. Miután a sértett a földről felállt, a szóbeli vita még folytatódott, azonban végül a sértett és a barátnője távoztak a rendezvényről. A bántalmazás következtében sértett a hajas fejbőr bal oldali területében repesztett jellegű sérülés, továbbá az agy állományában jobb oldali halántéklebenyben agyzúzódást szenvedett el. A 8 napon túlgyógyuló agyzúzódás következtében a sértett közvetlen életveszélyes állapotban volt, az életét az orvosi kezelés mentette meg. A vádlott egy hónappal később, 2021. augusztus 15-én éjjel, 3:30-kor pedig az egyik mezőtúri szórakozóhelyen ismét konfliktusba keveredett, ahol arcon ütött egy másik férfit. A tánctéren konfliktusba került borral, ezért a biztonsági személyzet mindkettejüket kivezette a szórakozóhelyről. A vádlott a szórakozóhely előtt az utcán folytatta a veszekedést borral, melynek során a vádlott egy alkalommal jobb kézzel ököllel megütött Tibor sértett arca bal oldalát, aki ennek következtében rövid időre eszméletét vesztette és a földre esett. A vádlott ezután a helyszínről elszaladt. A bántalmazás és a földreesés következtében sértett a jobb kézfej bőrének zúzódását, a bal oldali alsó és felső szemhéj bevérzését, valamint a bal oldali arccsont darabos törését szenvedte el, melyek közül a kézfej és a szemhéj sérülés 8 napon belül gyógyuló, míg az arccsont törés 8 napon túl gyógyuló sérülés volt, melyek tényleges gyógytartalma 3 hónapra tehető.
Az előkészítő ülésen a vádlott, mivel nem kívánt vallomást tenni, és nem ismerte el bűnösségét sem, az ügyben június 3-án tanú kihallgatására és tanúvállomások felolvasására kerülhet sor. Jóvá hagyta az Európai Parlament az EU új migrációs és menekültügyi paktumát, mely szerint elképzelhető, hogy akár Magyarországon is migránsgettók kerüljenek kialakításra. Erre határozottan nemet mondott a magyar kormány, mely továbbra is igyekszik megvédeni a magyar embereket a bevándorlóktól. Az Európai Parlament a brüsszeli plenáris ülésen elfogadta az Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum reformjáról szóló új rendelet, valamennyi jogalkotási fejezetét. Ezek szerint a tagállamok azáltal vállalnak szolidaritást a migrációs nyomásnak különösen kitett uniós országokkal, hogy azokból áthelyezik területükre azokat a menedékkérőket, akik jogosan részesülhetnek nemzetközi védelemben. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a napokban kijelentette, a magyar kormány továbbra sem fogja beengedni a migránsokat. Megkérdeztük az utca emberét arról, hogyan látják, hogyan kezeli a magyar kormány ezt a helyzetet. Hát szerintem jól. Jól kezeli, hogy nem engedi, hogy itt migránsáborok meg bevándorlók legyenek, mikor mennyi pénznek mindent ráfordítottuk, és az Európai Unió nem is egy fizetést fizetett talán nekünk azért, hogy így védjük a félünk. Ezt szoktuk meg, ezt a kultúrát, mi ezt szeretnénk. Már ugyan nem is nekünk, mert mi már nekünk már nem sokáig lesz, de az unokáknak, vagy a gyerekeknek, azokat féltjük ettől a kultúrától. Megkérdeztük a férfi feleségét is a téma kapcsán, aki szintén nem kér a migránsokból, és ellenzi azt, hogy betelepítsék őket Magyarországra. Én nekem ugyanaz a véleményem, én nem szeretnék kultúrát váltani. Egyáltalán. Nekünk ez a kultúra 1000 éve megfelel, akkor ez nekünk jó. És ha bejönnek, akkor itt, hát látjuk a többi országnál is, hogy mi van. A késelés, a pisztolyozás, a lövészet, a felháborodás, nekünk az a kultúra nem a miénk. Egy utcán megkérdezett férfi és felesége szintén hasonló véleményen van. Elmondták jogos, hogy a magyar kormány kifejezetten ellenzi azt, hogy az országban migráns gettókat hozzanak létre. Menjen mindenki saját hazájába, én így mondom, főképp ők, akik Afrikából jönnének. Tehát nem is az a vallás az övéké, mint a miénk, tehát nem azzal a vallással élnek. Más kultúrával rendelkeznek egészen úgy, mint mi, tehát ezek az alapvető. Nyelvet nem ismerik úgy, nem is tudnak hozzászokni, nem is tanulja, meg nem is sajátítja el, tehát... Meg a beilleszkedés náluk az nagyon-nagyon hát igen. Messze áll tőlünk. Mint ami van a németek, az európai emberekhez nagyon messze áll, mert ők abszolút... Példák a németek. Betelepítették, és meg kell nézni, hogy mi folyik ott. A házaspár hölgy tagja hozzátette, hogy itthon biztonságban érzik magukat. Nagyon is bízok ebbe a kormányba, hogy továbbra is így fog bennünket védeni, ahogy eddig. És megtesznek mindent a magyar nép és az itt élő védelmi. Egy másik megkérdezett hölgy elmondta, személyesen is találkozott már migránssal, és nem szívesen emlékszik vissza arra a pillanatra. Nem szeretném, hogy gyere jöjjenek, verekednek meg, mind. Hát például volt olyan, hogy a vonatról jöttem, és csak jöttek a rendőrök, jaj, Istenem, mi történik itt? És akkor egy migránsot elvúpulja. De nagyon állag, nagyon csúnya volt az arca, minden állt. Minden eddiginél nagyobb veszély Magyarországra a migránsok betelepítése. Ez a kormány álláspontja a brüsszeli migrációs paktumról. A magyar emberek bíznak a kormányban, és reménykednek abban, hogy nem létesülnek migránstelepek Magyarországon. Digitális április. Számítástechnikai, informatikai témahét zajlott a Szent Pál Marista általános iskolában. A témahéten a diákok által legjobban várt program a digitális verseny volt. Nagyon figyelj rám, mert becsapós lesz. Ám a számítógépet naponta használó fiatalokat nem könnyű becsapni. Oda is tette magát mind a 8 csapat. Az elsősök és a másodikosok saját tantermükben feszültek neki a feladatoknak, míg a harmadik, nyolcadikosok az iskola digitális termében oldották meg a feladványokat. Egy kvízt kellett megoldani, online kvízt, ami
eddig nagyon sikeres volt a részükről. Nagyon szeretik ezt a témakört, magát a tantárgyat is. Elég hasznosnak tartják, ahogy én is. Az alapvető programokat nagy biztonsággal tudják használni, kezelni a diákok. Ilyenek például a rajzprogramok. Viszont a programozásba gyakran törik bele a bicskájuk, lévén az már mélyebb informatikai tudást és gyakorlatot igényel. Itt órákon ez a heti 45 perc pedig kevés arra, hogy gyakoroljunk, illetve többet gyakoroljunk. Szeretik a játékos feladatokat, próbálom úgy összeállítani a feladatokat, hogy játékos legyen. Óra végén szoktunk, ha marad egy kis idő, akkor wordvallozni, okosdobozozni. Ezeket a játékokat nagyon kedvelik. Az informatika a leggyorsabban fejlődő iparág a világban. A folyamatosan érkező újításokhoz nem ritkán a fiatalok jobban, gyorsabban alkalmazkodnak, mint a felnőttek. Már a tizenévesek zsebében is ott lapul az okostelefon, amely számítástechnikai szempontból jóval többet tud, mint az Apollo 11, amely először szállt le a Holdra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Köszönjük egész heti megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra!